A rendőrség információi alapján egy tényő külterületén engedéllyel tartott vadászat alkalmával sebesült meg az a vaddisznó, aki bemenekült az erdőhöz közeli faluba. Iványi Ákos, a kisalföldi erdőgazdaság szóvivője elmondta, hogy az erdő közeli településeknél gyakran előfordul hasonló. Tulajdonképpen az, hogy a vadászat során időnként sebzés bekövetkezik, ez igazából nem tekinthető hibának. Az tekinthető hibának, hogyha a sebzett vadat magára hagyják. Azok, akiket híradónk megkérdezett, azt mondták, nem hallottak arról, hogy vadka merészkedett a falujukba, viszont elmondták azt is, hogy az erdő közelsége miatt gyakoriak az ehhez hasonló esetek. Én saját szemmel láttam a rókát, mert a kisunokámmal fölmentünk megnézni a lovakat, és tudom az ottani tulajdonostól, hogy bizony kárt tesznek a szarvasok. Meg mi viszonylag olyan helyen lakunk, hogy amikor a párzási időszakuk van, szoktuk hallani a hangjukat is. Iványi Ákos arra hívja fel az emberek figyelmét, ha valaki egy erdőből a faluba kóborló állattal találkozik, semmi esetre se közelítsen hozzá. A vaddisznó magassága közel 1 méter is lehet, súlya pedig elérheti a 150-190 kg-ot is. A balesetek elkerülése érdekében a legjobb, amit tehetünk az, hogy értesítjük a vadgazdálkodást vagy a rendőrséget. Ha mégis valaki megpróbálná megközelíteni, akkor ez ténylegesen szó szerint veszélyes, életveszélyes lehet ránézve. A sebzett állat az mindenképpen teljesen kiszámíthatatlan, de még egészségesnél is célszerű elkerülni a vele való ilyen közeli találkozást. A vaddisznó senkit sem sebesített meg, a véletlen lövés következtében az egyik utcán pusztult el.